Tisztelettel köszöntöm Önöket, Önök az Index.hu és az ATV közös podcastját látják, konkrétan Rónai Egonnal. Örülök, hogy itt vannak velünk most is. Vendégem 2002 óta országgyűlési képviselő, akkor ő volt a legfiatalabb képviselő a parlamentben, 22 éves volt mindössze. 2010-től Orbán Viktor miniszterelnök személyes szóvivője, 2014-től külgazdasági és külügyminiszter Szijjártó Péter. Köszönöm szépen, elfogadta a meghívásomat. Köszönöm, hogy itt álltak. Örömmel jöttem. Mennyit segít a munkájában, hogy két évig Orbán Viktor személyes munkatársa volt? Tehát az ember azt gondolja, hogy nagyon sokat voltak együtt, nagyon sok mindent meg kellett beszélni, mielőtt kiállt a nyilvánosság elé az ő nevében megszólalni. Sőt, igazából ennél hosszabb is volt ez az időszak, mert mikor 2006-ban elvesztettük a választást, akkor már én mellé kerültem, mint az ő kommunikációs főnöke, a Fidesz kommunikációs főnöke, aztán egy idő után átvettem az ő kabinetjének a vezetését is, aztán amikor kormányra kerültünk 2010-ben, akkor a szervezési kérdések meg a kommunikációs kérdések kerültek hozzám, tehát azért ez egy 6 olyan év volt, amikor nagyon intenzíven dolgoztam közösen a miniszterelnökkel, és valóban nagyon-nagyon sok időt töltöttünk együtt, úgy, amikor visszagondolok arra, hogy ugye én nemzetközi kapcsolatokat, tehát mondjuk így, hogy diplomáciát tanultam a közgázon, és ott sok fontos dolgot tanultam meg, de mondjuk az a 6 év, amit a miniszterelnök mellett tölthettem, 4 évet ellenzékbe, 2 évet kormányon, azok mind-mind olyan tudással, meg tapasztalattal láttak el, hogy akármilyen bonyolult szituációval is találkozom, még manapság is, vissza tudok nyúlni abba az időszakba, hogy egy hasonló esetben, mert azért mindenhez lehet valami hasonlót keresni, mi volt a reakció, mi volt a döntés, mit csináltunk végül, és ez ad nagy segítséget. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok azért a 6, majdnem, hogy 8 évért azért, mert ugye 2012 és 14 között is államtitkárként még a miniszterelnökségem voltam, tehát egy 6-8 év egy nagyon szoros munkakapcsolattal. Ez az abban is könnyít, hogy nem kell mindent megkérdezni? Abszolút, esetben. Persze, abszolút, abszolút. Van 15 év Önök között. Ugye van egy adott viszony, egy főnök beosztott így viszony, a miniszterelnök, de ezen túl van valamilyen? Tehát van egy ilyen mentor és diákja abszolút viszony, vagy abszolút van egy barátság is? Hát nézze, én elnézést a kifejezésre, de nem mondom, hogy nyálasnak tűnjön a dolog. Amit most elmondok, az valóban úgy van, aztán majd valaki elhiszi, valaki meg nem. Ugye az 1990-es évek közepén, végén, 96-ban egészen pontosan, miniszterelnök úr, akkor még a Fidesz elnökeként járt Győrben a Bencés gimnáziumban. Ez akkor egy elég ilyen új novum volt, ahogy mondani szokták a műveltebb emberek. Mit keres a Fidesz elnöke egy egyházi, ráadásul szerzetesrendi gimnáziumban? Ugye ez volt az az időszak, amikor a politikának a polgári oldala kezdett kialakulni, az MDF körüli világból, emlékeznek rá, a KDNP ott össze-vissza szakadt, akik abból maradtak, a kisgazdapárt kalandos környezetéből, a Fidesz világából létrejött egy ilyen polgári kereszténydemokrata konzervatív oldal, amiből aztán ugye kifejlődött a Fidesz, mint a legnagyobb magyar politikai közösség. Akkor ő eljött a Bencés gimnáziumba, akkor ő ott tartott egy beszédet a nemzeti ünnepen, aztán ott maradt, beszélgetett velünk gimnazistákkal hosszú ideig. Ez eldöntötte a sorsát? Akkor bennem egyértelműen megfogalmazódott, és mondom, mindentől kezdve ezt valaki majd vagy elhiszi, vagy nem. Én érdeklődtem addig is a közélet iránt természetesen, tehát nem nulláról kezdődött a történet, de mert hogy a szomszédunk volt Dézsi Csaba András Győrben, aki most a polgármester, tehát azért onnan már volt egy indítatásom, és a család is abszolút jobboldali beállítottságú volt, meg ma is, és akkor nekem ott ez megfogalmazódott egy ilyen álomként, hogy milyen jó lenne egyszer emellett az ember mellett dolgozni. Gondoltam ezt akkor így 17 évesen, vagy 18 évesen. És hogy az Hollywoodban meg szokták írni. Azért mondom, hogy Hollywoodban meg szokták írni. Ez aztán valóban így lett, mert 2002-ben parlamenti képviselő lettem, 2006-ban meg mellé kerültem. Tehát én abszolút úgy fogom fel ezt a történetet, mint életem nagy álma vált valóra. Nekem az volt az álmom, hogy mellette dolgozhassak, ez teljesült, most a kormányában dolgozom, tehát amikor ön azt kérdezi, hogy mentor, tanítvány, arra azt mondom, hogy igen, sőt annál még egy kicsit is több, ahogy felnézek rá. Azt szokták mondani, hogy nem nagyon lehet vele vitatkozni. Ön tud, ön mer? Hát én el szoktam mondani a véleményemet mindig, és fontos dolgokban azt gondolom, hogy sikerült
átvinnem olyan döntéseket, amelyek nem biztos, hogy úgy kezdődtek, hogy az lesz aztán a döntés. Mondd egy példát. Például ez főleg mondjuk a beruházás ösztönzés területén, amikor arról van szó, hogy Magyarországra hogyan hozzunk be beruházásokat, ahhoz milyen metódust állítsunk föl, milyen legyen a beruházás ösztönzési rendszerünk, ott sokszor, hát ha nem is azt mondom, hogy vitáztunk, nem csak vele, hanem többekkel is, akik a gazdaságpolitikával foglalkoznak, hanem voltak komoly, mély tartalmi beszélgetések, amelyeknek a végén mondjuk az általam képviselt koncepció jött ki. Az akkumulátorgyárakat önnek köszönhetjük? Hát nézzem, most a kormányban a beruházás ösztönzés én felelek. Tehát nekem az a dolgom, hogy Magyarországra minél több beruházás érkezzen külföldről, és a magyar vállalatok is minél többet tudjanak itthon meg külföldön beruházni. Tehát én azt szeretném önnek mondani, hogy például van egy akkumulátorgyár, mondjuk nézzük a debreceni akkumulátorgyárat, de mielőtt belevágok, hadd mondjam el, hogy én 5 kilométerrel lakom légvonalban a Gödi akkumulátorgyártól. Én Győrben nevelkedtem, amikor a gyerekkoromban elkezdték építeni az Audi-nak a gyárát Győrben. Ha valaki tüsszentett vagy köhögött egyet, arra azonnal azt mondták, hogy azért van, mert az Audi építkezése felverte a port, és itt most innentől kezdve mindenki beteg lesz. Komáromban születtem, ahol szintén van egy nagy akkumulátorgyár, amely naponta használ annyi vizet, mint a Duna vízhozama 5 másodperc alatt. Tehát én abszolút értem, elfogadom, és meg is értem, amikor az emberek a saját mikrokörnyezetükért, az otthonuk egészségért aggódnak, mert ez egy teljesen legitim érzés. Ezzel mindenki így van. Ön is így van, én is így vagyok. Hát mindenki aggódik azért, hogy ahol él, az biztonságos és egészséges legyen. De kérem, higgyék el, hogy ezek az elektromos akkumulátorgyárak, ezek nem jelentenek veszélyt a környezetükre, nem jelentenek veszélyt a vízbázisra, nem jelentenek veszélyt a levegőre, nem jobban, mint bármi más beruházás. Ráadásul ezeknek a beruházásoknak itt Magyarországon, európai összevetésben is sokkal szigorúbb környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelni, ezért panaszkodnak is egyébként a beruházók, tehát míg mondjuk az alacsony adók, vagy az egyablakos ügyintézési rendszer, vagy a pénzügyi támogatás az pozitívan, tehát mondjuk az erősíti a magyar versenyképességet beruházás ösztönzésnél, az erős környezetvédelmi szabályok meg általában ellenük beszélnek. Hát a környezetvédők ezt nem így élik meg, de nekik hát az a dolguk, relatív, hogy tolják kifelé a határokat. És én meg is értem őket, mert nyilvánvalóan ők így gondolják helyesnek, de azt higgyék el, nem hogy ez jól egyesült. Nem egy kommunikációs hiba ez, hogy még most is ennyi hónappal később is erről beszélgetünk? Most nézze, ezt elmagyarázni a lakosságnak, mielőtt a hír érkezik? Hát nézd, én elmentem Debrecenbe, bementem a városi televízióba, elmentem magam bejelenteni a következő beruházást. Én azt gondolom, hogy itt a probléma az nagyrészt azért abból áll, hogy vannak olyan politikai erők ma, nem csak Magyarországon, amelyek az emberek teljesen legitim aggodalmát, azt politikai haszonszerzésre használják ki, vagy fel. És ez szerintem tisztességtelen. Mert mondjuk híresztelni azt, hogy egy ilyen akkumulátorgyár igenis majd tönkreteszi az életedet, az egészségedet, elviszi a vízünket, stb. Ez nem tisztességes, mert nem így van. Tehát én azt gondolom, hogy kihasználni az embereknek ezt az aggodalmát, ami legitim aggodalom, még egyszerűen, az tisztességtelen. Jó, hát ezt a kormány is megteszi a maga módján, gondoljon a bombás plakátra, ami bejárta az egész országot. Gyakorlatilag hát, minden plakát helyén egy bombát lehet. Hát azért látni. A szomszédban mégiscsak háború van. Hát igen, de remélhetőleg nem a fejünkre hullik. Hát nagy a bomba, ugye azt mutatta, hogy jön. Hát, tehát, hogy az emberek félelmére mindenki, ez a mai politika sajnos, mindenki appellál. Hát nézze, a háború kapcsán azt tudom önnek mondani, hogy szerintem teljesen reális az eszkalációs veszély, mert gondoljon bele abba, hogy olyan mennyiségű fegyverszállítás zajlik ma Ukrajna irányába, amely egy nagy háború megvívásához is alkalmas lenne. A környezetvédelmi veszély is van, tehát arra is lehet mondani, hogy gondoljunk bele, mi történik egy környezetvédelmi baleset esetén Debrecenben, akkor ott minden megvalósul, amit a zöldek most előre jósoltak. Igen, tehát, hogy a félelemről beszélünk, igen, igazából, és nem a konkrétumról, igen, de a félelemre igen lehet játszani. Igen, de a politika sajátja sajnos. Így van, erre mondom én önnek azt, hogy én személyesen tudom azt, hogy egy ilyen, mert hogy ez a munkám része, egyik része, hogy egy ilyen akkumulátorgyár építésénél olyan biztonsági szabályokat kell betartani, amely azt gondolom, hogy európai összevetésben nem csak megállja a helyét, hanem jóval szigorúbb az európai szabályoknál. És most arról még nem is beszélve, hogy amikor a zöldek ezügyben hát, hogy ostoroznak minket, én nincs csak abba gondolok bele, hogy a világon az összes károsanyag kibocsátásának a 14%-a az a közúti közlekedésből jön. Tehát, hogyha a közúti közlekedés nem tudjuk valahogyan átállítani elektromos alapra, akkor a környezetvédelem ügyének annyi kampó. Tehát, ha egy környezetvédő nem érti meg azt,
hogy az elektromos alapra történő átállítás fontos a közlekedésben, és elektromos autóhoz meg kell elektromos akkumulátor, mert elektromos autó, elektromos akkumulátor nélkül az egy lovaskocsinak jó maximum, akkor nem pontosan értem, hogy akkor hol van ezeknek a zöld szervezeteknek a fókusza. De nem akarom őket, igen, meg nem is akarom őket bírálni, mert nyilván mindenkinek a saját szempontja a legfontosabb. Én tisztelettel közelítek hozzájuk, csak azt kérem tőlük nagy tisztelettel, hogy nyilván a legjobb egy megállapodás lenne, hogy mik azok a határok, amiket el kell érni, be kell tartani, mindenkinek figyelembe kell venni. Hát ettől vagyunk elég messze ettől a megállapodástól. Érek szerint van már Orbán Viktorról beszélgettünk az imént, illetve az önök kapcsolatáról, össze is szoktak kapni. Hát nem emlékszem ilyenre, hál' Istennek, remélem nem is lesz. Össze ilyen. Lehet vele? Tehát van olyan, hogy az ember mer válaszolni, hogy de nem. Ja, hát most a mer válaszolni, meg az összekapás azért messze vannak egymástól. Hát nem, ledorongolják az embert és hallgat, mert ő a főnök. Hát hála a jó Istennek, ilyen esetre nagyon emlékszem magam szempontjából, de ő nem, őt, akik nem ismerik, nyilván hátrányból indulnak, de ő nem az a típus, ami, hogyha valami elromlik, hogy valaki elhibázik valamit, mert ilyen van, hát emberek vagyunk mindannyian, hozhatunk rossz döntéseket, vagy nem mérlegelünk jól körülményeket, vagy nem az összes körülményt mérlegeljük, akkor nem az van, hogy odavág, és kiabálás van, vagy ilyesmi, hanem akkor azt meg tudjuk beszélni, tehát teljesen kulturált módon is nyilván lehet válaszolni. A foci is ezt szoktak összekapni? Hát mind a ketten futballra jogok. Igen, de hát az a terület, ahol nem mindig értünk egyet, viszont ott azt meg lehet vitatni. Bár például tehát én azt gondolom, hogy az egy hatalmas dolog, hogy az egész, tehát ő az egész magyar futballra így holisztikusan tekint, tehát ha mondjuk az ő hozzáállása nem ilyen lenne a magyar labdarúgáshoz, akkor a magyar labdarúgás egésze nem tudott volna fejlődni. Tehát az, amikor őt azzal bírálják, vagy vádolják, hogy a magyar futballnak csak egy szegmensét tartja fontosnak, ezzel én mindig hangosan szoktam ágálni, mert pontosan látom, és pontosan tudom, hogy számára a magyar foci fejlődése generálisan klubtól, földrajzi helyzettől, várostól, akadémiától függetlenül fontos. Kinek szurkol a BL döntőn? Itt saját szempontom nincsen, csak a nagyobbik fiúnak a szempontja, mert ő nagy Manchester City szurkoló, ezért a családi boldogság érdekében akkor most a Manchester Citynek fogunk szorítani. Hát ugye ezen a héten szombaton este lesz, úgyhogy majd meglátjuk, hogy kinek lesz igaz, a gyereknek, vagy másoknak. Vagy másoknak. De ami nagyon tetszett, valami mémet láttam az interneten, egy Intercity vasúti kocsit odállították, és mondták, hogy ez a BL döntő Intercity. Szerintem és óriási. Ez jó poén. Két önt is érintő belpolitikai kérdés, ezek elég frissek. Őszintén szóval az egyiket én el sem hiszem, de majd megmondja, hogy megtörtént-e. Tényleg ledarálták a külügyben a lélegeztetőgép beszerzések dokumentumait? Hát erről mondom, hogy fogalmam tehát sincs. Gyakorlatilag eltüntették a dokumentumokat a külügyben? Fogalmam sincs róla, nem hiszem, hogy ilyen történt. Nem tudok róla, én biztosan nem adtam mi a utasítást. De a Transparency International igényelte, és azt a választ kapta hivatalosan a külügyből, hogy ezek a dokumentumok nem elérhetők. Nem tudom, hogy mi ennek az oka, majd utána nézek, mert hozzám az ügy nem jutott el. Az kicsit bánt, megmondom őszintén, ahogy bíráltak, meg bántottak, meg kritizáltak minket a lélegeztetőgépek beszerzése nem miatt. Nem volt abban kapkodás, ami alapozatlannak tűnik utólag? Hát nézze, mi történt? Ugye az történt, hogy az egész világ szembesült egy teljesen új, teljesen váratlan helyzettel, amikor emberek haltak meg naponta 100 000, vagy éppen 10 000 számra a világon. Senki nem tudta, hogy mi a védekezés, tehát nem volt senkinek előzetes forgatókönyv arra, hogy egy ilyen vírussal szemben mi a védekezés, és mindenki gyorsan próbálta elemezni a helyzetet, és meghozni azokat a döntéseket, amelyek az emberek életének megvédéséhez voltak szükségesek. És volt egy matematikai modell, amelyet akkor még a Palkovics Lászlóféle minisztérium készített, volt egy matematikai modell, hogy hova juthat el a megbetegedéseknek a száma Magyarországon, hova juthat el az életveszélybe kerülő emberek száma Magyarországon, és mennyi és milyen típusú egészségügyi eszközre van szükség ahhoz, hogy ezek az emberek ne haljanak meg. És ebből kijött egy szám, most már emlékszem pontosan, hogy hány lélegeztető gépre van szükség Magyarországon ahhoz, hogyha a koronavírus járvány úgy fut le, ahogy azt a matematikai modellek mutatják. Nem, nyilván senki nem 100%-ig tudta megmondani, mert senki nem volt abban a helyzetben, akkor mi kell? És akkor megkaptuk a feladatot arra nézvést, hogy mennyi lélegeztető gépet kell vásárolni a lehető leggyorsabban.
És az, hogy ugye, miért, mert ugye ez a 7000 maláj, itt állandóan ez a vita alapja, hogy ezek hasznavehetetlen vasdarabok voltak. Nem tudom ennek pontosan, mi az a 7000 maláj, amiről beszélnek. Én azt tudom megmondani, hogy amikor elkezdődött a beszerzés, akkor ez nem egy normál piaci körülmény volt. Már most mi történne egy ilyen beszerzés, az ember nyugodtan leül, közbeszerzés, bekéri az árajánlatokat, a bíráló testület megnézi, hogy akkor mi, hogy a legjobb, lehet, hogy átlettünk verve a kapkodás miatt. Ezt se gondolom, biztosan hát ugye 176 milliárdot fizettünk a maláj vállalkozónak, egy részét zsebbe kvázi. A másik részét a cégeket, ugye a magánszámlájára. De a lényeg az, hogy emlékszem, hogy a beszerzésnél minden egyes esetben a specifikációt az okfővel, tehát az Országos Kórházi Főigazgatóság hagyta jóvá, mert hát mi most, mit megmondom őszintén, én nem tudom, hogyha le van írva egy számsor, egy kóda, egy lélegeztetőgép, hogy az most mire jó, meg mire nem jó. Mi minden esetben az okfőhöz fordultunk, ők azt mondták, hogy igen, ez jó, az nem jó, ez jó erre, az jó arra, ez korlátosan jó, de vegyük meg, ez nem jó, ezt ne vegyük meg, és akkor nekünk el kellett indítani a beszerzést, de vagy nyugati állapotok voltak. Tehát ez nem egy normál piaci körülmény volt. Hát nem az, hogy lélegeztetőgép nem volt, orvosi kesztyűt. Közelharcok árán lehetett venni, hát komplett repülőgépektől. Volt olyan, hogy egy szállítmányt egy velünk baráti ország megrendelt, az megérkezett egy közbenső reptérre, hogy átpakolják, de mire átpakolták, azt egy másik gépre pakolták, és elvitték máshol, nekik meg többet nem érkezett meg. Tehát ez úgy volt, most nagyon kicsi túlzásra van, amit mondok, hogy az ügynökök a gyártósorok végén lökötték, vagy nem tudom, mit csináltak egymásra, és aki kapta, Marta alapon vitte a dobozokba a termékeket. Tehát én értem, hogy könnyű a partvonalon kívülről ilyen rendkívüli állapotban, vagy rendkívüli helyzetben számon kérni olyan dolgokat, amik normál esetben természetesen. Itt igazából megint a tisztánlátás hiányzik. Tehát, hogy itt van ez a maláj ügylet, az tudom, lehetséges, hogy nincsenek meg a dokumentumai. Nyilván megvan minden, nyilván minden dokumentum megvan, most nem is mondom az ügy a konkrétumait, nem tudom, mit kértek, meg mi nincs meg, meg mi van meg, de az biztos, hogy minden az állami forintokkal történő gondos hozzáállás keretében. Megteszi, hogy utána nézem? Mert azért ez egy furcsa hír. Meg ugye méltatlan, mert még egyszer mondom, miközben az emberek életének mentéséért tettük, ami a feladatunk volt a legjobb tudásunk szerint akkor, hát képzelj el, akkor még teherrepülőgépet is nagyon nehezen találtunk. Tehát voltak olyan ajánlatok, amiről kiderült, hogy nincs is olyan repülőgép. Tehát sose volt. Tehát, hogy egyszerűen olyan szintű vagy nyugati állapotok voltak, hogy még egyszer mondom, hát kesztyűt nehéz volt vásárolni. Ma, ha akar az ember orvosi kesztyűt venni, hát hány millióból válogathat, nem? Nem most tudom, nem vettem soha. Csak most, de gondolom, igen. Igen, na most miért akkor nem? Meg az se lehetett. Maszk. Na például. Jó, nézzük a külpolitikát. A magyar kormánynak az elmúlt évtizedben, mintha egyre hangsúlyosabb meggyőződése lenne, hogy nem az unió az egyetlen megoldás Magyarország számára. De látnak-e mást? Nézze, fogalmazunk pontosan, tehát Magyarország számára az Európai Uniós tagság fenntartása az nem kérdés. Tehát komolyan vehető politikai erő Magyarországon soha nem kérdőjelezte meg azt, hogy Magyarországnak az Európai Unióban van a helye. És nem is lenne helyes, ha megkérdőjelezni, mert Magyarországnak az Európai Unióban van a helye. Nem is juthatunk el oda egy vita nyomán, hogy ezt megkérdőjelezni? Hát én ezt nem tudom elképzelni, megmondom őszintén, mert hát nézze, ha csak egy érvet mondhatok, a magyar kivitel, export, az a GDP-nek körülbelül a 83-84%-át szokta elérni évente. Ennek a körülbelül 78-79% az Európai Unióba irányul. Most képzeljük el a magyar gazdaságra vonatkozó hatását annak, hogy a közös piachoz nem férnénk hozzá. Igen, jönnek tehát, a védővámok, és nem tudunk fölölni semmit sehol. Most gondoljunk persze bele, tehát hogy alakulna Magyarország beruházás vonzó képessége. A dolog ugyanakkor nem egyoldalú, mert az Európai Uniónak is érdeke, hogy mondjuk egy átlagnál gyorsabban növekedő, vagy egy átlagnál vonzóbb gazdaság beruházási szempontból, mint a magyar, az Európai Unión belül legyen. Tehát én mindig elutasítottam azt a gondolkodást, amely Magyarország helyét az Európai Unión kívül képzelt el, de elutasítottam mindig azt a gondolkodást is, amely azt próbálta sugalni, hogy az csak a magyaroknak hoz előnyt, hogy benn vagyunk, az Európai Unió meg szívességet tesz nekünk. Értelmezve mondhatom, hogy atlantista? Én sose szerettem ezeket az ilyen kategorizálásokat, mert most ez mit jelent, hogy atlantista vagyok? Tehát ha valaki egy definíciót tudna erre adni, akkor szívesen megfontolnám. Hát elkötelezettje a NATO-nak, az Európai Uniónak, hát, ha ez jelent az atlantista, akkor igen. A demokráciának, a demokratikus gondolkodásnak, és a többi. Akkor igen, de hogyha mondjuk elkötelezettje vagyok egy Magyarország számára rendkívüli előnyöket jelentő magyar-kínai együttműködés fejlesztésnek, akkor mi vagyok, meg Kína párti vagyok. Ezt feltétlenül nem mondta ellent. Na, azért mondom, de
tehát csak az mondom, hogy akkor csak mert ma, hogyha ez valaki... Ez a prioritásokat igen, ha valaki beállítja magát mondjuk, vagy azt mondjuk, hogy ő atlantista, akkor ő keletellenes. Ha valaki dolgozik azért, hogy a keleti kapcsolatok rendben legyenek, nyugatellenes. És én nem szeretem ezt az ilyen sarkos gondolkozást ebből a szempontból. Magyarországnak a helye világos. Az Európai Unióhoz tartozik, a NATO-hoz tartozik. Ugyanakkor nem vesztettük el a józan eszünket, pontosan látjuk a világgazdasági és világpolitikai folyamatokat, látjuk azt, hogy tavaly már Kína részesedése a világgazdasági teljesítményből nagyobb volt, mint Európa teljesítménye. Látjuk azt, hogy az európai nagy vállalatok, amelyek az európai gazdaság szempontjából kulcspozíciót töltenek be, kínai beszállítókkal dolgoznak együtt. Látjuk, hogy kettőnek szüksége van egymásra. Hogyha ez a kettő Magyarországon tud találkozni, az nekünk jó. Tehát én nem dogmatikus alapon közelítek soha a külpolitikai meg külgazdasági kérdésekhez, hanem magyar érdek alapon. Tehát, hogyha most azt kérdezünk, hogy milyen párti vagyok, én magyar párti vagyok, tehát én magyar szemüvegen keresztül nézek minden egyes külpolitikai meg külgazdasági kérdést egyesével, és nem dogmatikus alapon. Akkor viszont mi magyarázza azt, hogy úgy tűnik, mintha a mi kapcsolataink mostanában az Európai Unió országaival szemben jobbak lennének, mondjuk a türk tanács kevésbé a demokrácia iránt elkötelezett vezetőjével, vagy éppen Törökországgal, amelyiknek az Európai Unióval számtalan vitája van? Ez azért látszódik így, mert sokkal intenzívebben éljük meg az Európai Unión belüli kapcsolatainkat, mint az Európai Unión kívülieket. Most gondoljunk bele, hogy egy milyen szoros integrációban vagyunk az Európai Unión belül. Tehát mondjuk én összehasonlítom, hogy mondjuk hányszor találkozom az európai kollégákkal, meg az Európán kívüli kollégákkal, akkor sokkal intenzívebben és többet vagyok együtt az európai kollégákkal, mint az európai kívül. Ezért nyilvánvalóan itt sokkal több a vita. És nyilvánvalóan ezek a viták könnyen mediatizálhatóak. És ráadásul ezek a viták fontos értékkérdésekről is szólnak, a magyarság szempontjából fontos kérdésekről szólnak, ezért ezek a viták mondjuk egy média térben így kilökik mondjuk a pozitív témákat. Tehát mondjuk az, amikor ma egy 36 milliárd forintos amerikai beruházást tudunk bejelenteni, vagy amikor mondjuk a legnagyobb német autóipari vállalatok Magyarországra helyezik az elektromobilitási stratégiájuknak a kulcsát, akkor ez úgy le söprésre kerül az asztalról, és akkor a kötelezettségszegési eljárások, a jogállamisági eljárások. Sokkal jobb a helyzet, mint ami ennek látszik. Persze, abszolút. Csak ugye ezek a viták, ezek kétségtelenül megvannak, ezeket intenzíven éljük meg, ezek sok esetben a velejünkbe hatnak, mert azért az, hogy mondjuk több milliárd eurót az Európai Uniós intézmények nem fizetnek ki teljesen jogellenes alapon, ez nyilván egy nagy vita. De emellett van egy csomó pozitívum, amit meg nem engedünk oda az asztalra. Arra is azt mondja, hogy jogellenes, amivel kapcsolatban a magyar parlament egy igen határozatot hozott, mert ugye a magyar kormány benyújtotta a brüsszeli igényeknek megfelelően a törvénymódosítást. Tehát az is egy jogellenes folyamat része? Nem, én azt mondom, hogy az jogellenes, hogy miután teljesítettük a kéréseiket, azután is ugyanaz a helyzetünk volt korábban. De mindent nem teljesítettünk, legalábbis hát, ezt állítják a bizottságban. Ugye igen, ez egy olyan helyzet, mint amikor kicsit ilyen futócéllövés, tehát hogy az ember nem tudja, hogy akkor most hol van pontosan a céltábla. Tehát világosan kértük, hogy mondják meg, hogy mit akarnak. Nem tették? Dehogy nem, megmondták. Adtak egy ilyen zárt listát, azt hiszem 17 jogszabálymódosítás volt rajta. Hát a parlament ezzel foglalkozott egész ősszel tavaly. Mindent elfogadtunk. És akkor jöttek, hogy hát, de hogy akkor ez most mégse elég, mert nincsenek megbizonyosodva az elkötelezettségünkről, a nem tudom, a végrehajtásról. Tehát, hogy olyan dolgokkal jönnek folyamatosan, amelyek világosra teszik, hogy itt nem jogi problémáik vannak nekik alapvetően, hanem inkább olyan politikai problémáik, amik mindig is meglesznek, mindaddig, amíg a magyar emberek saját maguk hoznak döntést a saját jövőjükről. Most nézze, ugye itt van az elefánt a szobában, tehát beszéljünk róla világosan ebből a szempontból. Az Brüsszelben nagyon nehezen tudják megemészteni, és ugye 2010-ben a miniszterelnök mellett dolgoztam szorosan, amikor ugye először kerültünk kormányra, és akkor a Barroso bizottság volt hivatalban Brüsszelben, és akkor volt a médiatörvény, meg a hasonló jogszabály, talán emlékszik rá. Egy csomó vita, és akkor ezeket a vitákat a Barroso bizottsággal mindig jogi úton tudtuk tartani. És akkor az Európai Bíróság hozott egy döntést, ha nem tudtunk megállapodni, vagy ha meg tudtunk állapodni, beláttuk, hogy valahol a bizottságnak igaza volt. Elfogadtuk, valahol a bizottság fogadta el a mi álláspontunkat, és egész ilyen jogi sávban maradt. Itt most nem így van, mert amióta Jean-Claude Juncker volt a bizottság elnöke, ő az Európai Bizottságot egy ilyen politikai testületként kívánta vezetni, láttatni, stb. Ez von der Leyen asszony átvette, és most ez egy politikai vita. Hát Brüsszelben nem tudják egyszerűen elfogadni, megemészteni, lenyelni azt, hogy itt Magyarország
Magyarországon van egy olyan kormány, ráadásul elég széles társadalmi támogatottsággal, egyértelmű parlamenti többséggel, amely egy jobboldali, konzervatív, polgári, kereszténydemokrata értékek alapján nyugvó kormány, és bizony az európai mainstream álláspontokkal sokszor nekik kényelmetlenséget, meg kellemetlenséget okozva, szemben álló pozíciókat képvisel. De hát ugye ők meg a demokrácia deficitről beszélnek, meg a korrupcióról. Igen, de ezt is most már hallgatom 2010 óta különböző funkciókban, és akkor mindig azt kérem, hogy de mondjanak valami konkrétumot, mert most azt mondják, hogy Magyarországon nem szabad a média. Hát azért korrupcióra látunk éppen elég konkrétumot, De erre meg azt mondom, hogy... Hát gondolom még ön is, tehát a hírek eljutnak önhöz is. Azt hittem másként folytatódik a mondat. Például ön is, és ott ez csak véget ért, és hát, akkor most kezdjük egy új beszélgetést. Tegyük tisztába, hogy akkor itt miről beszélünk. Tehát a helyzet az, hogy lehetnek elszigetelt esetek, amelyek korrupciós bűncselekményeket valósítanak meg, ez szerintem minden országban létezik. Itt a kérdés az, hogy ezeknek a mennyisége, a mértéke mekkora, és hogy ez mondjuk áthat-e egy komplett államigazgatást, tehát van egy szisztematikus vagy rendszer szintű korrupció. Ön úgy látja, nincs? Magyarországon egészen biztosan nincs. Egyrészt azért, mert pontosan látom, hogy nincs, másrészt azért, mert az nem létezik, hogyha mondjuk egy államigazgatás, egy állami irányítási rendszer tele van korrupcióval, akkor az nem létezik, hogy évről évre egyre több beruházó érkezik ide. Tehát az nem létezik, hogy a világ legnagyobb vállalatai, amelyek kínosan ügyelnek arra, hogy olyan környezetbe jöjjenek, ahol a lehető legtranszparensebben működnek, ahol a részvényeseik felé el tudnak számolni minden egyes eurócenttel vagy dollárral, azok ide jönnének ilyen mennyiségben folyamatosan egyre többen, hogyha itt egy rendszer szintű korrupció uralkodna. Tehát ilyen nincs. Tehát én folyamatosan tárgyalok a nagy vállalatok vezetőivel, és soha olyan problémát számolom nem említettek, amely ilyen jellegű lett volna. Furcsa is lenne, mert ha lenne ilyen, akkor nem jönnének ide. Tehát egy szisztematikus korrupció ennek az országban nincs ilyen gazdasági. A magyar sajtó azért tele van furcsa meggazdagodás történetekkel. Kikinek az ismerőse és hogy jutnak hozzá 100 milliárdok. Tehát ezeket meg nagyon nehéz úgy tekinteni, minthogyha nem lenne a rendszer része. De most általánosságban erről beszélgetni az viszonylag értelmetlen, de én azt tudom önnek mondani, hogy az egészen biztos, hogy a magyar államigazgatás, a közigazgatás, az nincs áthatva rendszer szintű korrupcióval. Tehát aki ezt állítja, az szimplán hazudik. Orbán Balázs azt mondta a Magyar Nemzetnek, mi most kedden beszélgetünk reggel a hétfői számban, hogy Magyarország számára a közép-európai szövetségesi rendszer kulcskérdés. Ez így van. Ehhez képest azt látjuk, hogy a V4, ami az elmúlt 10 év egyik legfontosabb szervezete volt a magyar külpolitika számára, mint a darabokra esett volna. De hát, hogyha környező országokat nézzük, ott is tele vagyunk konfliktusokkal. Mi történik a magyar külpolitikával? Most ez ugye megint az a kérdés, hogy mit akarunk látni, meg mit nem akarunk látni. Mert az kétségtelen, hogy például a visegrádi csoporton belül most van egy olyan nagyon fontos ügy, amelyet másként közelítünk meg, más álláspontot képviselünk, ugye az Ukrajnában zajló háborúhoz való, vagy annak a megoldásához való hozzáállásunk, az arról képviselt gondolataink, azok valóban különböző utakon haladnak. De a visegrádi csoport együttműködése az azért tudott eddig is erős lenni, stabil lenni, azért tudott kitartani mindenfajta nehézség, meg külső machináció ellenére, mert világosan szét tudtuk választani azokat a kérdéseket, ahol érdekünk volt együttműködni, ahol el tudtunk menni a fali közös állásponttal, meg azokat az ügyeket, ahol hát nem vágtak egybe az érdekeink, mert ilyenek mindig voltak ám. Tehát mindig voltak olyan ügyek, ahol más érdekeink voltak, vagy más volt a megközelítésünk, akkor azokban nem erőltettük az együttműködést, arra koncentráltunk, ami mindenkinek az érdekében állt. És ez most a helyzet az, hogy az az ügy, amit másként látunk, az egy elég látványos ügy, ezért aztán képes arra, hogy leszorítsa megint csak a pályáról, vagy a médiatérből az összes olyan ügyet, ahol meg együttműködünk. Tehát én azt gondolom, igen, természetesen nem szabad a homokba dugni a fejünket, a visegrádi csoport nem most éli a legjobb időszakát, ez kétségtelen. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy fennmarad, a praktikus ügyekben továbbra is jó az együttműködés, és én azt gondolom, hogy ha béke lesz majd megint a keleti határainknál, akkor ez együttműködés újra vissza tud térni arra a pályára, ami volt. Ami pedig a szomszédos országokat illeti, hát nézze, a szomszédságból fakadóan tehát mindig lesznek viták, konfliktusos ügyek. Kérdés az, hogy ezeket mennyire kultúráltan tudjuk kezelni. És én azt gondolom, hogy a szlovákokkal, a szlovénekkel, a horvátokkal, a románokkal, a szerbekkel pláne egy csomót léptünk előre. Tehát, hogyha most olyan azt kérdezi tőlem, hogy mondjuk nézzük meg a 15 évvel ezelőtti állapotot,
hogy milyen volt a kapcsolat a szomszédainkkal, amikor Sólyom Lászlót nem engedték be Szlovákiába például, vagy milyen most a kapcsolatrendszerünk a szomszédokkal, akkor egyértelműen jobb, mint volt. Csak közben Csaputova ugye azzal fenyegetőzik, hogy olyan lesz Szlovákia, mint Magyarország, ha nem figyelnek. A horvátok zsarolnak minket a kőolajvezetéket, az elég brutális. Az osztrákok a 808 kiengedett embercsempész miatt. Így van. Így van. Tehát mindenkivel tudunk mondani. Tehát, hogy mintha körbenéznénk, és már lassan a románokkal vagyunk a legjobb viszonyban. Szerbekkel azért, de mindenkivel... arra majd térjünk ki szerint a tehát mindenkivel tudunk mondani konfliktust, de mindig is tudtunk mondani. Most a kérdés az, hogy viszont mennyi jó hírt meg nem mondunk el? Mert nem mondjuk el az újabb határátkelő helyeket, nem mondjuk el azt, hogy a szlovákok a második, harmadik legfontosabb kereskedelmi partnereink lettek, nem mondjuk el azt, hogy Románia a harmadik legfontosabb exportpiacunk, nem mondjuk azt el, hogy a környező országok piacain döntő többségben a MOL és az OTP fantasztikus piaci sikerekre tett szert, nem mondjuk el azt, hogy a szlovákok, a románok, a horvátok nem csatlakoztak a Magyarország elleni perhez az Európai Bíróság előtt, amelyet a gyermekvédelmi törvényügyében indított elünk az Európai Bizottság. Tehát mindig lesz. De azt látja maga előtt, hát milyen újságírói magatartás. Ugye, miniszter úr, kiváló a kapcsolatunk Szlovákiával. De én ezt nem vártam el, hogy ezt... Ez nem kérdés. Igen, viszont ő sem várt el azt, hogy ne válaszolj. Miért fenyegetőzik azzal, hogy Szlovákia olyanná válhat, mint Magyarország, ha nem vigyáznak? Hát nézze, ott ugye választások készülnek. És az egy nyílt kimenetelő választás. Ugyanis a volt kormánypártok, amelyek ugye önmagukat baloldalra pozícionálják, de érdekes módon velünk értenek egyet a legtöbb fontos kérdésben, meg mi velük, a baloldali pártok Szlovákiában most reális eséllyel bírnak arra, hogy megnyerjék a következő parlamenti választást. És a progresszív liberális oldal emiatt jól láthatóan nem riad vissza attól, hogy a magyar kártyát, a Magyarország kártyát, az Orbán Viktor kártyát elővegye. És hát most nézem, mondhatnám azt is önnek, hogy jelentéktelen emberekkel, jelentéktelen pártokkal nem érdemes példálózni, mert senki nem ismeri őket. De olyan emberekkel, olyan pártokkal, olyan kormányokkal, amik már jelentőséggel bírnak, velük példálózni, van értelme. Hát ez mindez azt mutatja, hogy mindegy csak így jönnek. Én csak azt mondtam, hogy az, hogy Orbán Viktor ma egy viszonyítási pont számos kérdésben az európai politikában, az egy vitathatatlan kérdés. És ha megnézzük, hogy Magyarország mérete szempontjából indokolta, hogy ilyen tájékozódási pont legyünk, akkor ez önmagában nem indokolná, hanem ez indokolja az elmúlt 11 néhány év sikertörténete, indokolja a határozott kiállásunk a legfontosabb kérdésekben, indokolja az, hogy sikeresek vagyunk. Tehát én ezt inkább úgy veszem, hogy most már nekünk ezzel együtt kell élni, hogy mi 13, ugye jó számom, 13. év, vagy most már 14. éve kormányzunk. Európában nagyon kevés ilyen van, sőt nincs is olyan, aki ilyen nyugodt többséggel tehetné meg mindezt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt nekünk el kell fogadnunk, ezt be kell áraznunk, hogy mi mindig ilyen hivatkozási pont leszünk. Ha már mondta az előbb Szerbiát, ugye 3 nappal azelőtt járt Szerbiában, mint hogy a magyar KFOR alakulatot támadás érte a koszovói határon. Ha ez bárhol máshol történik a világban, én azt gondolom, hogy kőkeményen felemelik a szavukat a magyar kormány tagjai ön elsősorban. Most erre, mintha a kormány hivatalosan nem reagált volna, például nem kérette be a nagykövetet tudomásom szerint. Miközben azok ott szerb állampolgárok voltak, és hírek szerint szabadnapon lévő szerb rendőrök javarészt. Ezt nem tudom, sem megerősíteni, sem cáfolni, nincsen erről információ. Én azt tudom önnek mondani, hogy a magyar katonák kiválóan látták el a feladatukat. Tehát a magyar katonákat, mindezek az események, amelyeket nyilván sajnálatosnak tartunk, és amikor soha többet nem fordulunk elő, szolgálatellátás közben értek. Tehát ők egy misszióban vesznek részt. Én azt hiszem, hogy ezért számukra jár a megbecsülés, azonnal az ellátásuk érdekében minden követ megmozgattunk. Tehát én azt gondolom, hogy itt kritika a magyar kormány nem érhető. Szerbeknek szóltak? Szerbiával hivatalosan felvették a kapcsolatot? Én természetesen beszéltem a szerb miniszterelnök helyettessel azonnal, tehát volt kapcsolatfelvétel is, úgyhogy szerintem... Ő tett ígéretet valamilyen tekintetben? Én nem ígéret miatt hívtam őt, mert az világos volt számomra, hogy nekem nem ígéretet kell kérnem tőle, hiszen nem voltam abban biztos, hogy abban a pozícióban, hogy nekem bármilyen ígéretet tegyen. Találkozott a török külügyminiszterrel a napokban? A telefonon beszéltünk az új kollégával, igen. És ott szóba került, ezt öntől tudom, a svéd NATO csatlakozás ügye. Azt mondja Jens Stoltenberg, hogy ezen túl vagyunk, minden teljesített Svédország, amit Törökország kért
hogy látják a törökök is, hogy látja ön? A törököknek még nincsen erre vonatkozó úgymond roadmapjük egyelőre, ha jól értem, mert hogy az új kormány most állt fel. Svédországban is most fogadták el azt a törvényt, amelyet a törökök kértek, hogy fogadjanak el a terrorszervezetekkel szemben való fellépés hatékonysága érdekében. Meglátjuk, hogy az hogyan érvényesül, meglátjuk majd a törökök erről hogyan gondolkodnak. A mi helyzetünk az abban a szempontból egyszerűbb vagy bonyolultabb is, hogy ugye a kormány már előterjesztette a ratifikációt, én magam terjesztettem be a parlament elé, tehát a parlamenti képviselőtársainkon múlik, hogy ennek mikor engednek. Önnek csalódás, hogy a Fidesz frakció nem engedi át? Nekem egyáltalán nem csalódás, mert nézze, a mi parlamenti képviselőink döntő többség ugye egyéni körzetből jutott be a parlamentbe. Ezek a képviselők 4, 8, 12, 16, kihány éven keresztül dolgozik a választókerületéért, ott 4 éven keresztül tesz azért, hogy a választókerületének jobb legyen, utána egy parlamenti választáson kőkemény csatában megvív a mandátumáért, és ezek után azt hallja több száz kilométerre északról, hogy kioktatják arról, hogy ez nem is egy legitim rendszer, hogy ez nem is demokrácia, hogy itt diktatúra van. Na jó, de ezt halljuk Szlovákiából, most beszéltünk róla, Ausztriából, mindenfelől. Igen, de és akkor azt mondja ez a képviselő, hogy jó, hát ha én azt hallgattam 8x éven keresztül, hogy amit én csinálok az antidemokratikus, miközben a legjobb meggyőződésem és legjobb jóindulatom és legjobb tudomásom szerint szolgálom a választópolgárokat, akkor elgondolkozom azon, hogy milyen döntést hozzak. Én megértem ezeket a parlamenti képviselőket, azon túl, hogy remélem, hogy mi fog ezzel változtatni? Most a svédeknek nem tudom, mit kellene most tenniük. Ön tudja? Hát nézem, mondjuk egy tisztességes megszólalás, egy garancia arra nézvést, hogy nem kérdőjelezik meg a magyar demokrácia létezését, vagy a magyar rendszer demokratikusságát. Ének ezek biztos mind segítenének. Ezek mind biztos segítenének. Én csak azt mondom, hogy a gesztusok fontosak a politikában. Tehát a gesztusok nagyon fontosak a politikában. Az ő dolguk az, hogy kitaláljanak valamiat, azt gondolom, ami esetleg segíthet ebbe. Itt most nem a mi térfelünkön van a labda. Az utolsó kérdéskör a Rosszatom és a Paks 2 beruházás, ami azt gondolom, hogy így lassan évtizedes történetként egy nagy gödröt mutatva mindenképpen megakadtnak tűnik. Ön azt mondta az elmúlt legutóbbi tárgyalás kapcsán, hogy most valami léptékváltás indul el. Ezt hogyan képzel? Ugye 9 éve, több mint 9 éve köttetett a szerződés. Hát azért lassan egy évtized. Igen. Mondtam is azoknak, akik a korábban részt vettek ebben a munkában, hogy emlékszem rá, amikor Moszkvába jártunk és aláírtuk a szerződést, a Patrik nevű kisebbik fiam másnap született meg, ő most kijárta a második általános iskolát, és én elhiszem azt, hogy nagyon bonyolult egy nukleáris erőmű felépítése, sőt most már látom is, mert egy éve felelek érte, de az, hogy egy gyerek megszületik és másodikban megy és köztene lehessen elkezdeni az építkezést, az kicsit túlzásnak tartom. Hát gödrötesni ő is tud. Hát, ez most nagyjából itt tart. Hát igen, tehát és ezt úgy nem vették jó néven tőlem azok, akiknek ezt így félig viccesen, de azért félig komolyan is felhoztam. Tehát a lényeg az, hogy módosítani kellett mind a finanszírozási, mind a kivitelezési szerződést. Egyszerűen annyi idő telt el az eredeti szerződések megkötése óta, és annyi minden változott, és mivel atomerőmű építésére az ember nem köt minden nap szerződést, ezért merültek fel kétségtelenül legitim módon új szempontok, vagy változtak körülmények. Ezeket a szerződéseket módosítottuk, az Európai Unió egy hónapon belül jóvá hagyta, ez rendkívül tisztességes dolog volt, meg kell hagyni, és a pénzügyi szerződést ugye Varga miniszter úr már alá is írta, a héten aláírja az orosz pénzügyminiszter, azt kihirdetjük, utána a kivitelezési szerződés módosítása és aláírása kerül, ez jelentős mértékben felgyorsítja a beruházást, ami azt jelenti, hogy július legelején megindul a résfalazás, utána megindul a hatos blokk alatti talajkitermelés, utána elkészülnek azok a kiviteli tervek, amelyek a 27 méteres talajkiemelést lehetővé teszik, és akkor utána megindulhat az első betonnak a helyszínen. Ez mit jelent? Mikor indul az első blokk? Hogy mikor? Én továbbra is azt tartom, és azt tegnap a Rosszatom vezérkarának is világosan mondtam, hogy a határidőben nincs módosítás. Tehát a jövő évtized legelején ezeknek az új blokkoknak működőképesnek kell lenni. Tehát értek én minden nehézséget, de arról nem egyeztettünk, hogy a végső határidőt kitolná. A Rosszatom nem jelzett nehézséget? Hogy képes lesz-e egyáltalán? A Rosszatom kapacitásaival nincsen probléma, tehát ha csak a Rosszatom kapacitásai múlik, akkor ez az atomerőmű meg fog épülni. Ha Rosszatom majd rajtunk múlik, meg fog épülni. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm a meghívást. Örülök, hogy itt lettem. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm a figyelmüket. Konkrétan Rónai Egonnal ez a műsor címe. Jelentkezünk egy hét múlva, és minden jót kívánok önöknek.